Nézzük tovább, hogy mi az, amit Pöblosról ki tudunk deríteni, ez pedig a föníciai vallással kapcsolatban. Nézzük, hogy mi az, amit írnak erről a városról. El, Ballat és Adonis voltak a legfontosabb istenségek Pöblosban. El egy sémita eredetű istenség volt, aki a Bibliában Elionként szerepelt, és egy külön istenség volt, ezzel volt kapcsolatba hozható, és ezen kívül ezt az istenséget a görögök Kronoszként emlegették, aki ugye Szaturnusz, illetve az ellenség maga Satánnal hozható kapcsolatba. Balát azonban egy női istenség volt, aki a földdel és a termékenységgel volt kapcsolatba hozható. Ugye a mai földanya, vagy a föld napja, óvjuk a földet, a föld az, aki életet ad nekünk, ő az, amiből minden kijön, stb. Stb. Ez mind-mind visszavezethető ezekhez a pogány tradíciókhoz, amit akkor az emberek önként vállaltak tudatlanságukban, ma pedig csak simán tudatlanságukban folytatják ezeket a hagyományokat, hiszen nem tudják azt, hogy minden tradíció, illetve minden, ami a világban történik, valamilyen módon visszavezethető ezekhez a pogány tradíciókhoz és egyfajta manipuláció eredményei. Szóval ez a Balát, ez nem más, mint Balát Gebal, azaz Byblos hölgyeként volt ismerős, a Balát hölgyet jelent, Gebal pedig Byblosnak az eredeti neve a föníciai nyelven. Ahogy azt már megvizsgáltuk, ő nagyon fontos szerepet töltött be, és a közeli kultúrákban Istárként, Inninként, vagy pedig Isis-Isisként, Adonisként a görög mitológiában szerepelt, és ő volt a termékenységnek, illetve a természet éves körforgásának az egyik istensége. És tovább viszi, illetve átveszi a különböző istenségeknek a tulajdonságait, mint például Osiris Egyiptomból, vagy tovább viszi a babiloniai Tammuz, illetve az asszíria és babiloniai Tammuzzal kapcsolatos különböző hagyományokat és tradíciókat. A föníciaiak gyakran nevezték el a különböző természeti jelenségeket, mint például folyókat az istenségeikről, így például az Adonis folyó Byblos mellett, vagy pedig az Asklepios folyó, ami Sidon folyója volt. Emellett Byblos melletti hegységben egy egész monostor kifejlődött a különböző vallási helyekből. Az összes tradicionális pogány hagyomány szerepelt a repertoárban, amikor az istenségeknek az imádatáról volt szó, az imádságok, különböző illatoknak az égetése, illetve ezen kívül állati áldozatok, élelmiszer áldozatok, illetve különböző értéktárgyak és értékeknek a feláldozása. Ezen kívül, amikor például Astartéról volt szó, aki ugye későbbiekben Istár lett, vagy Isis, Isis és az összes többi, a tradíció az volt, hogy a nők az ő dicsőségére szexuális kapcsolatot létesítettek különböző férfiakkal. Balátról az Encyclopedia Mythica-nak a bejegyzése így szól: Balát az istenek királynője volt, aki könyvekkel, könyvtárakkal és írókkal volt összefüggésbe hozható, és elsősorban Byblos városában volt a központja, az imádatának központja. És ez az a város, ami a papirusznak az első számú terjesztője volt, illetve későbbiekben a görögök a papirusz tekercset Byblosznak hívták, és ebből a szóból ered a Biblia szavunk. Szintén kapcsolatba hozható Balát Astartéval, Istárral, Isisszel, Isisszal, Adonisszal, Afroditével és az összes többi pogány Isten karakterrel a különböző vallásokban. Ez az az istenség, melyet elsősorban Byblosban tiszteltek és imádtak, és a könyveknek, illetve a
könyvtárnak és az íróknak volt az úgymond védőszentje, és ezekkel volt kapcsolatba hozható. Innen ered a Biblia kifejezés. Annak a városnak a nevéből, melyben ezt az istennőt szolgálták és imádták. Megnézzük, hogy mit mond az Encyclopedia Britannica. A Britannica Encyclopedia, akkor látjuk azt, hogy Baalat volt egy ősi istenség, elsősorban Byblosz városának tulajdonítható, és ott volt ennek az imádatának a központja, amely hölgyet jelent, Baalat nőt vagy hölgyet jelent, és ennek az egész régiónak az istensége volt elsősorban Byblosz városában. És Byblosz hölgyeként említik ugye Baalat, Gebal, ami a föníciai nyelven annyit tesz, hogy Byblosz hölgye. Kapcsolatba hozható, illetve gyakorlatilag azonos az egyiptomi istensége Hathorral, valamint Astartéval a görögök számára. Ez pedig már a taliatok.com weboldal Baalat bejegyzése, ami annyit tesz, ugye itt szintén elmondja, hogy hölgy, vagy pedig feleség, illetve királynő, és Gubla vagy Byblosz városának volt a fő istensége, innen terjedt el, és Astarte, Istárnak az egyik megfelelője volt ebben a közösségben, a föníciai szerelem istennő volt, ami a termékenységgel, a szexualitással volt kapcsolatba hozható, Vénusznak a megtestesítője, és Byblosz vagy Gubla volt ennek a központja. Ahogy arról már szó volt, Gubla az szoros kapcsolatban állt Egyiptommal, ez a város, föníciai város Gubla, amely görög neve Byblosz, és a papirusz kereskedelemmel foglalkozott túlnyomó többségében, és ez az a szó, ami későbbiekben a Biblia nevet kölcsönözte a Szentírásnak. A Wikipédia megerősíti ugyanezeket az információkat Baalat, Gebalról, ugye Baal annyit tesz, mint úr, uralkodó, férfi nemű, és Baalat pedig ugyanezt testesítve nő nemben. Ezért is fontos, hiszen Baal volt az egyik legnagyobb istenség, amely elterelt az izraelitákat a Tanákban, az Ószövetségben, a helyes útról. Ez az, ami után az a népség folyamatosan elkóborolt, ugyanúgy a mai napig, ahogy az emberek ma is a különböző vallásokkal különböző istenséget szolgálnak, legalábbis ezt gondolják, azonban minden út visszavezet egy helyre igazából. Azt erősíti meg, amiről eddig is szó volt, Byblosz hölgye, Baalat Gebal, ami Byblosz városának volt a legfontosabb istensége a föníciaiak idejében, és a görögöknek pedig Baltis vagy Atargatis néven volt ismert. Baalat Gebal, itt szintén összefüggésbe hozzák a Sémita istennővel, Astartéval vagy Astarttal, aki ugye a görögök számára Afrodité néven volt ismert. Még egy érdekesség villámgyorsan, az pedig az, hogy Sankhuniaton, aki egy föníciai író volt és szerző, az Baalat Gebalt, Astart vagy Asherá testvéreként jeleníti meg, és a neve Dione, aki El istenségnek a testvére, illetve a felesége lett, és lányokat szült neki, és ezért Byblosz városát neki adta El. Időszámításunk előtt 2700-ban pedig templom épült neki Byblosban, Baalat Gebalnak, és ezek után természetesen számtalan más vallási hely létesült az ő nevében. Ami érdekes az az, hogy Diona az egy görög istenség volt, szintén ez a név, és egy titánnak a neve volt. Hogyha a nevet megvizsgáljuk, akkor kiderül az, hogy ez a nőnemű formája a görög Zeus szónak. Dios vagy Zeus? Zeus. És ez gyakorlatilag Dione, Afrodité anyja volt a mitológiában.
Görögországban pedig egy úgynevezett szent ültetvénnyel vagy kerttel azonosították, és ebben volt az ő szolgálata vagy imádata, ugyanúgy, ahogy Zeus különböző templomaiban. És ő volt az egyik legidősebb görög orákulum ebben az időben. Dodona városában, ami ezen kívül kiderül, az az, hogy Dodona volt eredetileg a központja ennek a föld istennő imádatának és kultuszának. Visszautalva arra, amit korábban megtudtunk a pogány hagyományokról és a föld imádatáról, illetve a termékenységi kultuszokról és rítusokról. Ha belepillantunk a zsidó mágia, mítosz és misztikum enciklopédiájába, aminek már a borítója is tele van a jól ismert pogány szimbólumokkal, ugye a hat sarkú csillaggal, ami tulajdonképpen két háromszög egymásba fordítva a férfi és a női nem jelképezése. Ezen kívül a címlapján szintén a hatágú csillagok és különböző pogány szimbólumokkal. Akkor láthatjuk azt, hogy Baalat, azaz Baal-ov, vagy Ob, Baalat, ez annyit tesz, mint uralkodó vagy uralkodó nő, Ov uralkodója vagy uralkodó nője, ami nem más, mint ebben a mitológiával foglalkozó, zsidó mitológiával foglalkozó könyvben egy halott idéző szerepét tölti be, és ez mint egy természetesen egy tiltott cselekvésként jelenik meg az írásban, erről 5 Mózes 18-ban olvashatunk először. 5 Mózes 18:10-12 pedig így szól, ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, Baalat Ob, mert mind utálja Jahua, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket, Jahua, a te hatalmasságod előled. Szóval ez a Baalat Gebal, azaz Byblos hölgye, ez nem más, mint egy halott idéző a zsidó mitológiában, erről olvashattunk, és ráadásul több helyen is hasonló dolgokkal erősíti meg ezt ez a könyv szintén. A Talmud szerint, melyet a mai úgynevezett zsidók használnak elsősorban, Baal-ov egy médium, aki közvetít a halottak, illetve e világ között, és vagy saját magán keresztül, vagy pedig a mezopotámiai szokás szerint egy koponyán keresztül közvetíti a halottaktól származó üzeneteket. Valaki szeretne olvasni Baal Ovról az írásban, az megteheti is Mu'el Alef 28-as fejezetben, ahol ugye a filiszteusok ellen küzdött pont Sámuel, vagyis Samuel, és ismerős lehet a történet, hiszen Samuel meghalt, és Saul elmegy, hogy jövendőmondóktól és varázslóktól tudakozzon, miután ugye azt mondja, hogy kiirtotta őket a földről, ahogyan megígérte, azonban csak sikerült találni egyet. Hetes vers, akkor mondta Saul az ő szolgáinak, keressetek nékem egy halott idéző asszony, hogy elmenjek hozzá és megkérdezzem őt, szolgái pedig mondanak neki, ímé Endorban van egy halott idéző asszony. Ez a halott idéző asszony, ez pedig nem más, mint Baalat Ob, amiről az előbb olvashattunk ugye a zsidó misztikum könyvben, illetve Baalat Gubal, ez a Baalat, ugye az uralkodó, illetve az uralkodó nőt, nőnemben, ez angolul egyébként familiar spirit, azaz egy idézőjelben ismerős lélek, vagy ismerős szellem, ez jelenti a Baalat Ob, ez az a halott idéző, akihez Saul elmegy, és ugye szintén az Endorban élő halott idéző, ez pedig a Baalat Ob. Szóval ezzel hozza összefüggésbe az írás magát, ezt a kifejezést. Tehát a Baalat Gubal szintén visszavezethető, és most már remélem, hogy mindenki jobban
érti azt, hogy ez egy szövevényes történet, hogy hogyan is alakultak ezek a pogány hagyományok, az istenségek a háttérben, mit jelentettek ezek, de ha időt szán rá az ember, ki tudja őket bogozni, és akkor megértheti, hogy a Biblia szó, melyet használunk a Teremtő könyvére, az annyira azért nem nagyszerű. A Baalát azonban itt is az írásban is uralkodó nőt jelentése Baalnak a női megfelelője. Még egy utolsó bejegyzés, nézzük meg, ez a Jewish Encyclopedia, ami ugye a zsidóenciklopédia.com, ez pedig a witchcraft, azaz fekete mágia boszorkányság bejegyzés alatt található, és itt szintén előfordul a Baalat kifejezés, ugyanúgy, hogy Baalat, Ob, ők azok, akik említik a Shmuel Alef 28-as fejezetet, amit az imént megnéztünk, és egyetértenek azzal, hogy a halottaknak a lelke a mitológiában Óbnak hívták a halottak lelkét. Ezért mondja azt, hogy a halott idézőhöz megy el Saul, hiszen az Óbb volt az a lélek, amit ők a halottak lelkének hittek, amik nem már, mint ahogy ma is az emberek azt hiszik, hogy a halottak visszajárnak, vagy pedig bármit is tudnak csinálni, mi tudjuk, hogy ez nem így van, legalábbis az írásból ez kiderül egyértelműen, és Baalat Ob volt annak az egy uralkodó tulajdonképpen, hiszen Baal uralkodó, vagy úr, vagy birtokos, a Baalat pedig ennek a női megfelelője. Ez a Baalah szó, amely ugye a föníciaiban Baalat, a héberben Baalah, ez pedig annyit tesz, ugye, mint egy női partner, vagy pedig egy női birtokos, ezen kívül varázsló, vagy halottidéző nőt szintén jelent ez a szó. Még annyit, hogy a héber káldeusi lexikon szintén egy női partnert ért ez alatt, illetve valakit, aki birtokolva van valami által. Ezért is mondja azt, hogy Baalat Ob, azaz egy lélek által birtokolt személy az, akit ezt akar. De ez az a szó, amit Baalah, vagyis Baalatnak hívnak. Baalat Gubalként ismerős Byblosz városában. Ez pedig ismét a Encyclopædia Britannica bejegyzése Baalat. Ugye itt láthatjuk, hogy Baalat, mint hölgy, a nyugat sémita nyelvezetben. Remélem, hogy ezután mindenki számára egyértelmű az, hogy a Biblia kifejezés honnan ered, mit vonz magával, milyen fajta tradíciót, mi az igazi jelentése azok számára, akik ismerik a titkot, és akik irányítják ezt a világot, akik összeállították azt a világot, amelyben mi élünk. Lehetőségünk van arra, hogy megfejtsük ezeket, és változtassuk azon, nem csak ahogyan élünk, hanem ahogyan gondolkodunk, ahogyan beszélünk, és nincsen semmiféle rossz abban, ha az ember beismeri, hogy tévedett, és tudatlan volt, mint ahogy mindannyian egy ponton azok voltunk, sőt, azok is vagyunk. Azonban a lényeg az, hogy képesek legyünk kutatni az információt, megismerni, és amikor megismertük, akkor változtassunk azon, ahogyan élünk. Ez az egésznek az értelme, ez a teremtő célja. Megmutatja nekünk az utat, az információt, hogy eldönthessük azt, hogy akarunk-e azon járni, vagy sem. És mindaddig, amíg akarunk járni, amíg hajlandók vagyunk változtatni, addig ő támogatni fog és segíteni fog minket. Ez az értelme ezeknek a videóknak. És remélem, hogy mindenki így látja ezt. Nem arról van szó, hogy mindenkinek ezzel egyet kell értenie, vagy el kell fogadnia, vagy így kell hinnie. Arról van szó, hogy itt az információ össze van gyűjtve, nézzen utána mindenki, biztos össze lehet állítani idővel ennél egyszerűbben, rövidebben, érthetőbben, tegye meg magának, mindenki nézzen utána, olvasson utána, vonja le a következtetést, de mindenképpen változtasson az életén, hogy jobban járhassa ezt az utat, és közelebb kerülhessen a teremtőhöz, hiszen ez az egésznek a lényege. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok ezeket a videókat,
és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!